Elfogadta a kormány a sportminisztérium által kezdeményezett új országos sportstratégiát. Ez a közösségi, az iskolai és a teljesítmény sport fejlesztését is célozza. Szükség volt egy olyan átfogó stratégia kidolgozására, amelynek eredményeként a sportot országos prioritássá tehetjük, nyilatkozta Novák Eduárd, RMDSZ-es tárcavezető. A következő évtized fejlesztési elképzeléseit és irányait határozza meg a sport területén Novák Károly Eduárd sportminiszter szerint a kormány által elfogadott országos sportstratégia. Az RMDSZ-es tárcavezető híradónknak elmondta, a keretdokumentum hatalmas lehetőség a romániai sport fejlődésére, hiszen konkrét célkitűzésekre épül, ugyanakkor nem csak a versenysportot támogatja, hanem megoldásokat nyújt a tömegsport és az iskolai sport fejlesztésére is. Örvendek, hogy végre megszületett, és van egy a román sportnak egy hivatalos dokumentum, ami meg fogja határozni az elkövetkezendő 10 évben, hogy a román sport merre fog fejlődni. Tehát három nagy doménium van, amit figyelembe vettük, az iskolai sport, a tömegsport és a profi sport. Lényegében a jelenlegi helyzet mind a háromban elég rossz. Novák úgy véli, az országos sportstratégia mielőbbi gyakorlatba ültetése első számú prioritás, hiszen Románia lakosságának 62%-a nem végez semmilyen sporttevékenységet. A legfőbb cél, hogy mindenki számára elérhetővé tegyék a mozgást, minél több sportlétesítményt építsenek a lakosság számára, egészségesebb és aktívabb társadalmat építsenek, ugyanakkor támogassák a csúcs teljesítményt is. A következő lépés egy memorandum tervezet előterjesztése lesz, amely az új sporttörvény alapját képezi majd. A tervezetet egy széleskörű intézményközi együttműködési folyamat keretében, több minisztérium szakembereinek bevonásával, valamint a sport területén érintett valamennyi érdekelt féllel folytatott konzultáció révén dolgozzák ki.